Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Napra pontosan 400 éve szenvedett vértanú halált a három kassai vértanú, pontosabban Pongrácz István még az éjszakát is átküzdötte halálos sebeiben, így 8-ára viradólag halt meg keresztény-katolikus hitéért. Talán ismerős előttünk az ő történetük, hogy a vallásháborúk idején sajnos a keresztények között véres harcok voltak, nem a hitért, hanem politikai befolyásból. És így estek ők áldozatul Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és fővezére Rákóczi György által vezetett hajdúk kegyetlenségének, miközben hát azt kérték, hogy térjenek át Calvin hitére, adják oda az egyház kincseit, de ők inkább meghaltak, mint hogy megtagadták volna hitüket és a Jézus Krisztus iránti szeretetüket. Azért esett a választásom ez egy nevezetes évforduló megünneplése Lajos Mizsére, és nem például valamelyik székesegyházunkra, vagy pedig a kalocsai jezsuita templomra, mert a jársság, mely gyökerében ott van Lajos Mizse ősei között, ő volt az a népcsoport a székelyekkel együtt, amely nem tért át protestáns hitre a reformációt követően. És ezáltal előttük is fejet hajtunk és példájukat idézzük. A kalocsai hittanórán, amelyet hát más médiumok is szoktak közvetíteni csütörtökön, egy előadásban már megjelenítettem azt a kort, az ő életüket, amelynek vértanúi lettek, és az előadás után valaki azt mondta, hogy van-e még olyan valaki, aki ezt vállalná itt a mai Magyarországon, hogy hitéért, katolikus hitéért meghalljon. Hát igen, föltesszük a kérdést az Úr Jézussal, ha eljön az ember fia, talál-e hitet a Földön? Ugyanis annyi szó esik mostanság arról, hogy keresztény értékeket kell őriznünk, keresztény Magyarországot kell építenünk, de néha egy-egy elszólás azt mondja, hogy ez olyan féloldalasan történik, mert hozzáfűzik, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi minden vasárnap menjünk a templomba, meg talán nem is kell úgy komolyan hinni, hanem hát a keresztény értékeket kell őrizni. De hát ez anélkül nem megy, hogy ne legyen tiszta, világos hitünk, mint ahogy Szent Pál apostol mondta, hogy tudom, kinek hittem. Hit nélkül, meggyőződés nélkül nem lehet keresztény értékeket megtartó Magyarországot építeni. És hát itt az idő és alkalom, hogy erről egy kicsit elmélkedjünk, mert a mi népünknek is nagyon nagy volt a hitehagyása. Az elmúlt évtizedekben ezt jól tudjuk, külső körülmények hatására talán még többen leborzsolódtak. Most már nem lenne semmi akadálya, hogy valaki meggyakorolja a hitét, de hát az úgynevezett szekularizáció, elvilágiasodás
egy másfajta fölfogása az élet értelmének, kizárja a hitet az átlagember életéből, és úgy él, mintha Isten nem lenne. A mindennapjai kötik le a világ színes forgataga, holott óriási veszélyben van Európa is, ezt jól tudjuk, hazánk is, de áll az a mondás, amit annak idején Szent Ágoston mondott a városáról, Kartagót ostromolták, de a nép minden nap járt a cirkuszba, ahogy ma mondanák, hogy bulizott, ott volt az ellenség, és azt mondja Szent Ágoston, a nép meghal, de cirkuszt kíván. Ha valahogy néha ez az érzésünk, ha mai világunkra gondolunk, hogy annyi gond és baj van, de hát azt nem lehet kihagyni az emberek életéből, hogy szórakozzanak, mert az jelent számukra egyedüli boldogságot. Milyen mintákat találunk a Szentírásban, mert az evangélium is hoz egy jó pár esetet, amikor a hitről szól, amely nekünk is szólhat, hiszen az evangélium az a könyv, amelyik mindig időszerű, mindig nekünk szól, nem válik a múlt könyvévé. Van olyan eset a Szentírásban, amikor egy apa odaviszi a néma fiát Jézushoz, hogy gyógyítsa meg. És azt mondja neki Jézus, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És erre a férfi azt mondja, hiszek Uram, segíts hitetlenségemen. Ez volna az első sok ember számára, amikor hitküzdelmei vannak, hogy kérje az Istent, hogy adjon neki kegyelmet arra, hogy hinni tudjon, és meggyőződésévé váljék a hit. Kérni kell a hitet. Bár az, hogy valakit vallásos, katolikus módon nevelnek, az nagyon sokat jelent, mert egy mai képpel szólva antennákat kapunk a kegyelemre, a hitre, de hát ahogy egy, akár csak egy egyszerű rádiót, ha valaki nem kapcsol be, akkor a legnagyszerűbb műsorok se érik előtt. Tehát a neveltetés az egy segítség lehet, ugyanakkor az isteni kegyelmet azt kérni is kell. Hát így vagyunk, hogy kérni kell az Urat, hogy a hitetlenségünkön segítsen, hiszen vannak körülöttünk, de talán mi magunk is olykor kétkedünk. Nagyszerűen mondja a mai idők egyik legnagyobb gondolkodója, az emeritus 16. Benedek pápa, hogy a hit és hitetlenség határa nem kontinensi távolságban van, hanem olykor a mi szívünkben, hogy megkísértenek a hitetlenség gondolatai, de ugyanúgy, hála Istennek, a hit kegyelmei is elérnek. És aztán ott van a Szentírásban, amikor már az apostolok többszörösen látták Jézus csodatetteit, beszéltek vele, fölfogják azt, hogy nem közönséges emberről van szó, és egyre inkább kialakul bennük az a meggyőződés, hogy valóban ő az a Messiás, akiről a proféták beszéltek, és Péter meg is vallja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, tehát te vagy az a Messiás, akit az Isten küld, de ugyanakkor ezek az apostolok is azt mondják, hogy növeld bennünk a hitet, hogy ne maradjunk meg egy ilyen talán vagy kell léteznie Isten gondolatánál, hogy hát valami azért van, mert ez a világ azért még sincs magától.
Hát kell lennie valakinek, vagy valaminek. Sok ember idáig el is jut. Valami energiaforrásnak gondolja, hát ez kevés. Növelje bennünk a hitet, hogy eljussunk a személyes Isten hitéig, méghozzá úgy, ahogy Jézus Krisztus tanította az Atyáról, önmagáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Mert nem mindegy az, hogy mit hiszünk, és utána erről számot kell adnunk ennek a világnak. Tehát nem egy olyan semmire sem kötelező klubtagság, mondjuk az egyházhoz tartozás, hogy valaki mondjuk egy régen egy bélyeg szakkörnek, most valami internetes társaságnak a tagja, ami semmivel különösebben nem jár, semmiféle meggyőződéssel. Nem. A hithez, az egyházhoz való tartozás az tanúságtételt kíván. Maga Jézus mondja, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. Tehát számot kell adni a hitünkről, ez az ő kérése, a hit hallásból ered. Tehát amikor megkérdeznek bennünket, amikor fontos kérdésekben megnyilvánulunk, akkor úgy szóljunk, hogy az Jézus Krisztus tanításának is megfeleljen. Kassai vértanúk arra is példát adtak, hogy mindvégig hűségesek voltak. Jézus mondja most felolvasott evangéliumi szakaszban, aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. És ez nagyon nehéz, mert olyan pillanatnyi föllángolása lehet egy embernek. Visszaemlékszünk rá a rendszerváltáskor, mindenütt megteltek a templomok, hogy valakit egy olyan éjféli mise kapcsán mégis azért elkap egy ilyen vallásos érzés. Nem rossz ez, csak kevés. Aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül, mondja az Úr Jézus. És itt nagyon sok visszahúzó tényező van. Többek közt az, hogy árral szemben úszást kíván a keresztény életforma. És annyi minden ellene szól annak, hogy mi hívő emberek legyünk, főként az a korszellem, ami körülvesz bennünket. És néha az az érzésünk, hogy egy apokaliptikus világban élünk, ami telve van gonoszsággal. Személyes tapasztalatunk is van a gonoszságról, hogy emberekbe való csalódások, aztán mindenféle más események, a világnak a sorsát, ahogy intézik, aztán nincs olyan hír, amiben ne lenne gyilkosság, valami hírhet bűneset, szinte örökké ilyenekkel traktálnak bennünket, és azt mondja az ember, hát érdemes még jónak lenni a mai világban. Hát nem úgy kellene élni, mint hogy a többi ember él, ne legyünk mitten hősködők, éljük a magunk életét, ami nekünk jó, aztán ne törődjünk a világgal. Ilyen gondolat, ha megkörnyékez bennünket, akkor jusson eszünkbe, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy a gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet. De az, aki állhatatos mindvégig, az üdvözül. A gonoszság elhatalmasodása. Hogy ne mondjuk azt, mondjuk megöregedve, hogy nem érdemes jónak lenni. Én szülőkkel beszélve tapasztalok ilyeneket, azt mondja, hát annyi mindent megtettem ezért a gyerekért, rááldoztam az életemet, és hát felém se néz, vagy úgy viselkedik, hogy szinte majdnem megbánom, hogy vállaltam őt, meg segítettem. Én találkozom ilyesfajta
élettörténetekkel, nem beszélve arról, hogy valaki jót tett sokakkal, és pont az ellenkezőjét kapja vissza. És akkor figyelmeztet az Úr Jézus, hogy igen, kiülhet a gonoszság elhatalmasodásával szívünkben a szeretet, de éppen ekkor kell kérni azt, hogy meg tudjunk maradni a hitünkben. Barankovics István, a KDNP elődjének, a néppártnak volt a vezetője a 40-es években, kiváló jogász volt, aki azt mondta, látva a kommunizmusnak az embertelenségét és közelettét, azt mondta, embernek lenni az embertelenségben annyit jelent, mint hasonlítani Isten képére. Gyönyörű szép. Isten képére hasonlítani. Hozzáfűzhetnénk Jézus Krisztusra. Mert Jézus Krisztus az Atya képmása. Ő testesíti meg az Atya jóságát, szeretetét, szépségét irányunkban. Hogy aki követi őt, az őrá hasonlít. Ezek a kassai vértanúk, akiket 1905-ben Szent XI. Pius pápa boldoggá, 1995-ben Szent II. János Pál pápa szenti avatott Kassán, ahol most velünk egy időben több napra szóló ünnepség sorozatot rendelnek, vagy tartanak. Én biztos vagyok benne, hogy a szlovákok nagyon megünneplik, pedig egy szlovák se volt köztük, mert egyik horvát volt, a másik lengyel volt, a harmadik magyar volt. Ott megünneplik, tehát ott mondta ki Szent II. János Pál pápa, hogy ők biztosan szentek és Istennél révbe jutottak. Hála Istennek, hogy mostantól a Lajos Mizsei templom szentélyfalán ott van a képük. Kérjük bátran közbenjárásukat. Ők a katolikus hit védelmezői voltak. Ezért is jól mutatja a katolikus egyháznak a sok nemzetből való összetevődését, és ugyanakkor a magyarsághoz való ragaszkodását is, mert ők magyarul prédikáltak, nem csak Pongrácz István, a tőzsgyökeres magyar családból származó férfi. Tehát egyszerre a világegyház hívei, egyszerre a magyar nép vértanúi, ők, kérjük segítségüket, közbenjárásukat a mi családunkért, ahol szintén a nagyobb körbe biztos fölüti a hitetlenség, a közömbösség is a fejét. Kérjük magunkért, hogy a hitet megtartsuk. Szent Pál apostol élete végén, mikor visszatekintett arra, hogy hát mi is volt az ő élete, és sokat szenvedett, ezt föl is sorolja, néha elragadta az indulat, bocsánatot kért, tudta a maga gyarlóságait, néha azt mondta, hogy ő a leghitványabb az apostolok között, mert üldözte Jézus egyházát, tehát volt benne bűnbánat, de végén, élete végén azt mondja, a hitet megtartottam. Ha az ember a hitét megtartja, akkor nincs veszve semmi. A latorból megtérő ember lehet, jobbá tehetünk sok mindent a maradék életünkben is, és a hit az, mely összeköt bennünket Istennel, a más világgal és az örök életben. Hitünk megtartásáért, annak növekedéséért, arra való erőért, hogy azt meg is tudjuk vallani, és álhatatosan kitartsunk benne, kérjük a három szent kassai vértanú közbenjárását. Amen.